Tisztelettel köszöntök mindenkit a 13. kerületből, a Lehel térről, ahol a fővárosi szocialisták elkezdték az Állítsuk meg a történelem hamisítást, El a kezekkel, Horn Gyulától nevű akciót, ami online térben petíciógyűjtéssel és közterületeken aláírásgyűjtéssel kezdődött. Egészen Horn Gyula születésnapjáig, július elejéig folytatjuk ezt az akciót, hiszen Sára Botond főispán a kormányhivatal nevében egy nagyon méltatlan támadást intézett Horn Gyula ellen, a magyar demokrácia, az önkormányzatiság ellen, hiszen a 13. kerületi szocialisták példamutató módon kezdeményezést tettek, hogy Horn Gyula nevét viselje egy sétány, ahol a szobra is áll. Ezt a fővárosi önkormányzat többször megerősítette ezt a döntést, és ezzel szemben Sára Botond viszont a bírósághoz fordult, egy nagyon méltatlan eljárást kezdeményezett. Horn Gyula példaértékű politikai múltja, tevékenysége, az a jelennek is üzenet, a jelenkornak is példát mutatott, hogyan kell egy demokratikus átmenetet végrehajtani. Ezért kiállunk mellette egy emberként, mi szocialisták, identitásunk részének tekintjük, és azt gondoljuk, hogy több Horn Gyula és kevesebb Sára Botond kell, ezért a kerületi politikusaink egész Budapesten vizsgálják és kezdeményezéseket fognak tenni, hogy elnevezetlen közterületeket újra Horn Gyuláról nevezhessék el, elnevezhessék Horn Gyula nevéről, és ezért Budapesten még több közterület viselje majd Horn Gyula volt miniszterelnök államférfi nevét. Nem adtuk föl ezt az akciót, folytatjuk, hiszen Horn Gyula az identitásunk része, egy olyan üzenet, amely a patrióta szociáldemokráciának az egyik alapértéke, ezért Horn Gyula mellett a végsőkig ki fogunk tartani, és azt üzenjük Sára Botondnak, illetve a mögötte álló hatalomnak, hogy elekezekkel Horn Gyulától, több Horn Gyula, kevesebb főispán. Köszönöm, hogy meghallgattak.